Május 23-án a skóciai Glasgow-ban lép ismét ringbe a nehézsúlyú magyar bajnok, Csala Zoltán. A Gál László és Tóth Zsolt irányításával készülő Csala ezúttal az IBO nemzetközi nehézsúlyú bajnoki címéért meccsel, a veretlen Gary Cornish ellen. A magyar csapat szerda este érkezett meg Skóciába, majd csütörtökön részt vett a hivatalos sajtótájékoztatón, ahol Cornish és Csala is tisztelettel nyilatkozott a másikról. Nem természetesen bíznak saját sikerükben és egy szórakoztató mérkőzésben. Megtisztelő, hogy boxolhatok ezért a címén. Nagyon örülök, nagyon oda fogom magam tenni. Hát természetesen csak győzelemmel zárulhat. Nem szeretném végig boxolni a 10 menetet, valószínű. Hát jó, könnyű erről beszélni, de hát máshogy úgyse fogják nekem odaadni ezt a címet. Valóban megkaptuk az újabb nagy lehetőséget Zoli részére. Ahogy mondod, az első mérkőzés a vereség ellenére szerintem sikeresnek mondható, mert tényleg közel volt a győzelemhez, és nyugodt szívvel mondhatom, hogy utólag, hogy maximálisan helytállt, sőt, ütésszámot tekintve nem is vesztett el a mérkőzés. Azóta is csak növelt az önbizalmán, bár én a szakmai munkáját nem követem, de az elmondottak alapján edzőivel beszélgettem vele is, maximálisan fel vannak készülve. És boldogan állunk az újabb lehetőség elé. Nincs negatív érzésünk, de ez könnyű mondani előtte. Úgyis minden majd fönderül ki, hogy mit tud abból megvalósítani, amiről beszélünk. Egyben biztos vagyok, hogy meg is beszéltük ezt vele is, edzőjével is, hogy csak a győzelem van előtte, semmi más. Remélem, hogy ez által ki tudja hozni magából a maximumot. És ha sikerül kihozni magából a maximumot, akkor van győzelmi esélye. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Maximálisan felkészültünk az ellenfélből. Van A és B tervünk. Ez függ a partnertől, hogy melyiket fogjuk majd használni. Kívülről nézve az, hogy sok mindent be lehet tervezni. Ez minden akkor fog igazán kiderülni, amikor bemegyünk a ringbe, hogy hogy fognak alakulni a dolgok. Betanultunk több mindent. Több mindent, majd látjuk, hogy mihez kell nyúlni. Én 50%-ot adok az olyanak, és úgy gondolom, hogy mivel pont az elsőt nagyon nehéz lenne nyerni, ezért szerintem be fogjuk fejezni idő előtt a mérkőzést.